Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mi megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Hosszabbítás után győztek az óbudai kaszások otthonában a kékcápák. A Zalaegerszeg ellen szerezte meg 6. bajnoki győzelmét a nyíregyházi kosársuli. Lengyel Roland a szakmai munka első számú felelőse a Bozsik Akadémián. A bajnoki alapszakasz 5. helye után kupa elődöntőt játszik a Fátum Nyíregyháza. Hosszabbítás után szerezte meg 7. bajnoki győzelmét a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kékcápák az óbudai kaszások otthonában 92-92-re végződött rendes játékidő után nyertek 105-104-re. A hosszabbítás után megnyert Pécs elleni mérkőzést követően másfél hetet készülhettek a kaszások elleni találkozóra a cápák. Az első negyed után 7 ponttal, két játékrész követően pedig már 15 ponttal vezetett a házigazda. Fordulás után elkezdték ledolgozni hátrányukat a vendégek, a negyedik negyed előtt már csak 4 pont volt az Óbuda előnye. Ismét elléptek a hazaiak, de a hajrá a nyíregyházai volt, így döntetlennel zárult a rendes játékidő. A ráadás is izgalmasan alakult, végül végső hármasával egy pontos győzelmet aratott Merin Mehmedovics együttese. Valahogy elején nem találtuk magunkat a ebbe csárnokba. Ezt a pályát kicsit olyan specifikus mondjuk, finom szólva. De ők is meglepett minket egy olyan passzív taktikával, amit alkalmazott mindenki első része bajnokságban, ami nem tudunk megoldani Dabással. Harcoltunk 30 valamennyi perc, és utána, amikor beindult a dobás, ráadásul ezt az emberektől, aki padról jöttek, akkor elindul a henger, és utána látható, hogy mi sokat jobban fizikai állapotban vagyunk, mint az ellenfél. Hoztunk egálról, és a hosszabbításból hál' Isten nyerünk, szívunk rendben volt, lelke rendben volt, harcoltunk, ahogy kell egy csapatnak harcolni. Papíron egy könnyebb mérkőzés következik, de csak papíron, hiszen a Miskolc most szakított meg egy hosszabb vereségszériát, és lehet azt mondani, hogy nyomás nélkül játszhat itt most Nyíregyházán. Én ezt állandóan magyarázom, nem csak játékosnak, a vezetésnek is. Ez a csapat, amit nekünk van ebbe szezonban, ez fantasztikus emberektől állani. Ez jó emberek, de szakmailag van itt a dolgát, ami nem mondom limit hozzá ebbe a csapatból, de vannak a problémák, ami egész éven lesznek szezon végig. És ez azok, hogy a mi hétről hétre nem tudunk, mit fog történni. Mi Vásárhelyen legjobban játszottunk és kikoptunk, de mondom, biztos ez, hogy mi is tudunk, Miskolc is tudja, hogy régen, aki jön Nyíregyházáról, jön nyerni. De most ez a néhány meccs után, 5 meccs után, ez Nyíregyházáról tudod, hogy nagyon jól kell felkészülni, akkor azt nyerni. És ez a mi előnyünk. Készen állunk, nagyon tiszteljünk a miskolci csapatot, neki is van sok győzelem, ők is harcolnak a 8 bejutásé, nem tudom. Szerintem, hogy készen leszünk, és akkor lesz egy jó meccs. Legutóbbi mérkőzésen sokat segített a közönség, mennyire számítotok rájuk? Én mindig is mondtam, nem kell különösen hívni a közönség. Az, aki szereti a kosrabdát, vagy bármi más sportág, ha sikeres a csapat, ha a csapat harcol, én utoljára most olvastam, végül is valaki írja a újságíróból, hogy a szívdiadal. Ezt kérje a közönség. Kérje sok hazai játékos, kérje a szív, csúszunk, mászunk, akkortunk, és mi ezt bemutatunk, nekünk tök mindegy, Pécs vagy Miskolc, mi így fogunk játszani, bajnokság végig, számítunk rájunk, és nagyon boldogok vagyunk, hogy lesznek itt is szurkolók nekünk, mint a múltkor, ami volt a pécsi meccs Pécsben. Úgy tűnik, hogy jó erőben van a csapat, hiszen már a sokadik hosszabbításos meccset játszottátok egymás után most a másodikat, és nyertétek meg. Mégis milyen volt ez az óbudai 45 perc belülről? Nehéz volt, hiszen az első perctől kezdve az Óbuda úgy jött ki, ahogy ezt egy hazai pályán lévő csapatnak kell. Meg is leptek minket a taktikával, úgy gondolom, hogy jó taktikát választottak. Kétélű volt ez a fegyver a részükről, hiszen az első perctől kezdve bizonyos játékosainkat feladták, a külső dobásainkat, és nem találtunk be. És egy ilyen meccsen, amikor az első pár percnél az ellenfél rögtön elhúz, nagyon nehéz
kimászni ebből a mentális gödörből, és gyakorlatilag ezt görgettük magunk előtt a harmadik negyedig, amikor sikerült valami átszakadt, egy-két távoli dobás beesett, és az a 19-20 pontos előny, ami az Óbudának volt, az szépen lassan elkezdett fogyni. És igazából belülről már éreztük, hogy meg lehet ez a mérkőzés, hiszen az elmúlt meccsek alapján felgyülemlett bennünk annyi pozitív energia, hogy tudtuk azt, hogy képesek vagyunk megnyerni ezt a meccset. Hát a vége az olyan körömrágos lett, amilyen, de a lényeg az, hogy minden jó, ha jó a vége. Neked is jól ment a játék, 15 pontot szereztél, hogy érezted magad a pályán? Jól, köszönöm szépen. Ugye csapatkapitányunk Busz Iván sajnálatos kiválása után rám is nagyobb felelősség hárult, és örülök neki, hogy tudtam vele élni. Én is azok között a játékosok között voltam, akiket hagytak távolról dobni, szerencsére beesett. Ilyenkor mindig ez meghozza az önbizalmát az embernek, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy segítettem a csapatnak. Következik egy Miskolc elleni mérkőzés. Ott Miskolcon gyakorlatilag az utolsó percben sikerült, azt hiszem, 8 pontos előnyről elveszíteni a találkozót. Közel van egymáshoz a két csapat a tabellán, és a Miskolcnak volt most egy olyan önbizalom növelő győzelme, hogy közel 50 ponttal nyertek, igaz, egy 5 játékosra kiálló TF ellen, ami ettől függetlenül önbizalmat adhat nekik, milyen meccsre számítasz? Biztos, hogy más lesz az a meccs, mint az első miskolci mérkőzés, illetve a Miskolc egy olyan TF-et vert meg most nagyon simán, ami talán nálunk jóval kisebb játékerőt képviselt azon a mérkőzésen, úgyhogy bízunk benne, hogy nekik ez nagy különbség lesz. Mi pedig bízunk abban, én legalábbis bízok abban, hogy az elmúlt mérkőzések kemény hangulatát, illetve úgymond szorosabb mérkőzés hangulatát át tudjuk menteni, és az első perctől kezdve mit tudunk ellépni, nem úgy, mint a kaszások ellenünk. Ettől függetlenül győzelemre számítok, hiszen jó formában vagyunk. A Miskolcnak ez a mérkőzés egy hosszabb vereségszériát zárt le, és talán kijelenthetem azt, hogy nekünk jelenleg jobb a formánk, illetve a hazai pálya is minket segít. Ha tabellára nézünk, akkor azt lehet, hogy reálisan a hatodik helyre érhet oda a csapat. Ez a cél? Igen. Örülnék. Én úgy gondolom, hogy aki az első fordulót, az odavágók után ránézett a tabellára, és azt mondja, hogy a Nyíregyháza rájátszásba jut, akkor azt gyakorlatilag mindenki elfogadta volna a csapatnál. Most már abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nem csupán a 8., vagy talán a 7., hanem a 6. hely megszerzése is reális, és ezt kell megcéloznunk mindenképpen. És számodra idegen közegbe, idegen bajnokságba érkeztél, viszont most már itt vagy lassan 2 hónapja. Milyenek az eddigi benyomások? Mindenki nagyon kedves velem az első pillanattól fogva, és jól is érzem magam, és az eredmények is jönnek, úgyhogy nem tudok panaszkodni. Jó néhány meccsen már túl vagy, látszik, hogy javul a formád. Milyenek a benyomásaid a ligáról? Úgy gondolom, ebben a ligában bárki meg tud bánni bárkit, és úgy is kell készülni minden meccsre, hogy úgy megyünk ki a pályára, hogy nem lehet lebecsülni senkit, és ezt megmutatja az is, hogy egy gyengébb csapat ellen is szoros meccset játszottunk, illetve a Pécset is meg tudtuk verni itthon. Nem az első hosszabbításos meccsét nyerte meg a csapat mostanában, és ez valószínűleg nem a véletlen műve. Minek köszönhető szerinted? Őszintén nem tudom megmondani, de biztos, hogy azt mutatja, hogy fontos mindenki számára a győzelem a csapatba, és tudunk is küzdeni egymásért, és igazából csak az érdekel engem, hogy meglegyen a győzelem. Megszerezte 6. bajnoki győzelmét a nyíregyházi kosársuli Farkasinszky Gyuláni együttese a Zalaegerszeget verte 81-74-re. Az 5. fordulóból elhalasztott mérkőzés első negyede szorosan alakult, 10 perc játék után 2 ponttal vezetett a házigazda. A 2. játék részben újabb 4 pontot tett hozzá előnyéhez az NKS. Fordulás után 15 pont fölé kúszott a különbség, a Zalaegerszeg azonban nem adta fel. A 4. negyedben 5 pontra zárkóztak fel a vendégek, közelebb azonban nem tudtak kerülni a kosárcsulihoz, így Farkasinszky Gyuláni együttese 6. bajnoki győzelmét könyvelhette el. Itt voltak a nézők, itt voltatok ti, itt voltak a játékvezetők, ezúttal ellenfél is volt, így meccs is volt, sőt győzelem is lett. Milyen volt ez a mérkőzés a pálya mellől? Így van, tehát ez végül is egy szuper dolog volt, tehát mindenki meg volt. Milyen volt? Hát kicsikét kaotikus. Nagyon sok hibával játszottunk, többel is, mint amivel kellett volna. Sajnos nem tudtuk megoldani ennek a kinti 3 pontos dobásoknak a védését. Van egy hetünk, a következő hétre megpróbáljuk ezt megoldani. Az az igazság, hogy néha nekünk is meg kellett volna próbálni alkalmazkodni, hogy mikor, milyen fújást fogunk kapni. Tehát nagyon nehéz volt alkalmazkodni ahhoz, hogy most ez fault vagy nem fault. Az a baj, hogy a centernünk a Dorina már az első negyedben 4 fault-tal küzdött, és innentől kezdve muszáj volt a másik kettőt szerintem inkább túljátszatni.
és ezáltal azért a végére ott voltak a fáradtságok, és benne voltak a hibázási lehetőségek. Még mindig azon kell dolgozunk, hogy keményebbek és agresszívabbak legyünk védekezésben. Ettől függetlenül nagyon büszke vagyok a lányokra, mert sikerült egy jó Zalaegerszeget megverni, ami úgy gondolom, hogy a végső elszámolásnál még nagyon jól jöhet. A hangon nem teljesen tökéletes, úgyhogy nem is kínozzak, még egy kérdés, hogyan áll az a mérkőzés, amikre nem jött el a BKG? Az igazság, hogy kaptunk egy határozatot, ami alapján mi nyertük meg a mérkőzést, igen ám, csak hogy fellebezett a BKG, és most meg kell várnunk, hogy a fellebezésnek mi lesz a végeredménye, de bízunk benne, hogy mi mindenben szabályosan jártunk el, tehát mi, én úgy gondolom, hogy mindent megtettünk annak érdekében, hogy legyen mérkőzés. Innentől kezdve már csak a versenybizottságon múlik, hogy milyen döntést fog hozni. Készült már egyszer veled egy búcsú interjú, mikor befejezted a pályafutásodat, viszont szükségtörvényt mond, most ismét pályán láthatunk és mezben. Mit tette szükségessé az, hogy visszatérj és hogy érzed magad? Sajnos a mai fiatalok nem nagyon hajlandóak már kosárlabdázni, akár a tanulmányok, akár esetleg ugye munka mellett, tényleg nagyon sokan hagyják abba, illetve ugye akik nálunk kosárlabdáznak, ők Budapestre tanulnak tovább, nyilván utána ott is helyezkednek el. Úgyhogy felmerült a kérdés, hogy mi lenne, ha esetleg ötöt ellen tudnának gyakorolni a lányok, itt maradnék az edzésem után keddenként, mondtam, hogy hát jó, persze, hát egy bábunál többet mozgok. Na hát ebből az lett, hogy akkor a hetek folyamán szépen haladtunk előre. Hát akkor csinálják már egy sportorvosit, esetleg leülök a padra. Na ebből az lett, hogy már pályán is voltam. És hogy érzem meg a pályán azért viszonylag hosszú kiágyás után? Hú, elég kemény, valóban fizikális sportág. Valószínűleg a labdahagyásnak is ez volt az egyik oka, hogy már azért ez fizikálisan kicsit megterhelő volt gyerek mellett, mert akkor még csak egy volt, de valóban a szükségtörvény volt, így próbálom, amit lehet hozzátenni. Inkább azt gondolom, kicsit lelki támogatást nyújtani a lányoknak, illetve a Palánk alatt a centerek munkáját segíteni. Milyen volt ez a meccs belülről? Kemény, hajtós, amit említettem, nagyon futós, hajtós csapatok vannak, tehát fizikálisan azért ez elég sokat kivesz, azt gondolom, a lányokból is. Hát végül is győztünk, és állítólag győzelmet nem kell magyarázni, úgyhogy nagyon örülünk neki. Tabellán előrébb áll az a Zalaegerszeg, sikerült legyőzni egy végig szoros mérkőzésen belülről, hogy érted meg? A csapat hullámzóan teljesített, az első fél időben nagyon sok kiadott zicserünk volt, második fél időre próbáltuk összeszedni magunkat, minél nagyobb vágy volt bennünk, hogy legyőzzük az a Zalaegerszeget, hiszen a legjobb hatba szeretnénk maradni, ahhoz ez a győzelem szükséges volt, és még a Zalaegerszegen is megpróbáljuk újra megtenni. Hogy bűröd egy gyűrődés, hiszen gyakorlatilag te hozott fel a labdát, aztán sokszor neked kell befejezni az akciókat is. Fárasztó tud lenni meccsenként, főleg 40 percig, de mindent megtesz a stáb annak érdekében, hogy erőnlétben, fejben ezt bírjam, szóval próbálunk minél többet kihozni belőle. Betegségek, sérülések miatt jó ideje vannak hiányzók, Farkasinszky Orsia visszatért a pályára, mekkora segítséget jelent? Számunkra nagy segítség, hiszen rutinus játékos, már elég régóta játssz ezt a játékot, és mindig tud egy-két olyan technikai, taktikai dolgot mondani, ami egy plusz erőt ad a pályán. A válogatottal mi a helyzet? Jövő héten szerdától február 7-től 10-ig van egy összetartás, míg ugye a felnőttek az olimpiai selejtezőt játszák, Fehérvárra megyünk, ott napi két edzéssel edzünk és készülünk a nyári Európa-bajnokságra. 2024-es, sőt már 2024 februárját írunk, ilyenkor már elkezdik a csapatok összerakni a következő évi keretet. Nyíltétek, hogy érettség után szeretné váltani, körvonalazódik már valami? Igen, az biztos, hogy Pestre szeretnék tovább menni és tanulni, ezáltal kosarazni is ott szeretnék, azon belül, hogy melyik csapat az még egyáltalán nem körvonalazódott. Egységes pedagógiai és szakmai elvek alapján igyekeznek képezni a fiatal futballistákat a Bozsik Akadémián. Január elejé óta Lengyel Roland a szakmai munka első számú felelőse. Az elmúlt 15 éve most már benne vagyok az edzői szakmában. 7 éve dolgozom a Bozsik Akadémián, szinte minden korosztálynál tevékenykedtem. Az elmúlt időszakban most már inkább a felsőbb szekció és a felnőtt csapatoknál, felső csapatnál dolgoztam. Többször kérdeztek tőlem, hogy a felnőtt vagy az utánpótlás vonalon szeretnék edzősködni. Nem tudtam rá válaszolni igazából, mert mind a kettőt nagyon szerettem. Valahogy az élet mindig visszasodort a felnőtt világba, de itt az utóbbi időben éreztem azt, hogy az utánpótlás vonalon szeretnék
szeretnék tovább működni, és hát jött ez a lehetőség, felkérés, és én elfogadtam, és nagyon örülök neki. Januártól én vezetem a Bozsik Akadémián a szakmai munkát. Igazából én egy olyan pozitív, beállítottságú ember vagyok, és szeretek olyan emberekkel körbevenni magam, mint hogy én látom a dolgokat. Ennek megfelelően lettek a jelen pillanatban az edzőink kiválasztva, hogy egy egységes pedagógiai szakmai elvek alapján tudjuk a gyerekeket képezni. Az fontos, hogy egy olyan környezetet teremteni számukra, ahol jól érzik magukat, ki tudnak teljesedni, akár a magán és a sport világában. Akik nem ismerik az akadémiát közelről, azok kedvéért hogyan épül fel a Bozsik Akadémia? Gondolok itt arra, hogy hány gyerekkel dolgozok, hány edző foglalkozik, hány csapatotok van? 300 gyerekkel foglalkozunk az akadémián, három szekció van, kicsi, közép és felnőtt szekció, vagy nagy szekció, plusz van a B csapatunk. 5-től 19 éves korosztályig itt edzünk bent a stadionban, heti 5 alkalommal, 2 egyéni képzéssel, 2 csapatedzéssel és 1 erőprogram van, amikor csak a konditerembe töltik az időt a gyerekek. Van a középső szekció, az kint edzenek Örökösföldön 11-től 14 éves korosztályig, ott a 14 éves korosztálynak heti 4 alkalommal van edzésük, a 10-től 13 éves korban pedig heti 3, de most szeretnénk egy plusz sportágat bevezetni, vagy plusz sportágakat, együttműködés megállapodásokat kötni különböző sportágakkal, és egész jó irányban haladunk már. Azt gondolom, hogy a jövőben ez meg fog valósulni. Ezáltal egy más mozgáskultúrát fognak tanulni a gyerekek, és kimozgatni egy picit ebből a monotonitásból, a mindennapi életből a gyerekeket. Milyen garancia lehet arra, hogy milyen munkát kell ahhoz végezni, hogy minél több olyan gyerek legyen, aki felhúzhatja majd az első csapat szerelését? Mivel az elmúlt időszakban felső szekciós és felnőtt csapatnál töltöttem az életemet, pont ez adja az alapját a szakmai programunknak. Ambrusz Árpival közösen dolgoztuk ki, most már lassan 4 éve dolgozunk rajta. Mindig az volt az érzésünk, hogy mindig kompenzálni kellett, és a hiányosságokkal foglalkozni, mikor fölkerülnek a felnőtt világba a gyerekek. Ezt szeretnénk igazából rendbe rakni, hogy mind mentálisan, mind fizikálisan, technikai, taktikailag is meg tudják állni a helyüket, és sokkal könnyebb legyen beintegrálni a gyerekeket a felnőtt világban. Az utánpótlás korosztályoknál a nevelés, a tanítás, a fejlesztés ennek a legfontosabb cél, viszont van egy elvárás a szülők részéről, a vezetők részéről, adott esetben az eredményesség szempontjából is. Mennyire nehéz ezt kezelni? Egy megfelelő programot alakítottunk ki, csináltunk egy ilyen etikai kódexet, egy környezetet szeretnénk kialakítani, amivel megváltoztatjuk egy kicsit a kultúrát, a nézetet. Az utánpótlás nem csak az eredményességből áll, hanem hogy egészséges felnőtt embereket neveljünk, de mindenképpen ez egy akadémia, ez egy versenysport, és próbáljuk felkészíteni a gyerekeket, hogy minél eredményesebbek legyünk, és minél jobb eredményeket érjünk el, és minél több játékos be tudjunk integrálni a felnőtt világában. Amivel ugye az elmúlt időszakban küzdünk, az az elvándorlás, inkább 13-14 éves korban. Igazából mi mindent meg szeretnénk annak érdekében tenni, hogy megtartsuk a gyerekeket, nem ide ragasztani, ha valaki el akar menni, akkor természetesen nem minden áron visszatartani, de mindent megadni, és minden feltételt megadni a gyerekek számára, hogy itt ki tudjanak teljesedni. Ennek alapja egy megfelelő szakmai program, plusz egy infrastruktúra kiépítése. Én azt gondolom, hogy mind a kettő részben jó úton járunk, plusz a másik, hogy egy pedagógiai környezetet kialakítani, ahol azt mondja a szülő, hogy megbízik bennünk, bátranít tudja tartani a gyereket, kirakják az autóba, vagy eljön a edzésre, akkor tudják, hogy itt jó helyen van és jó kezekben vannak a gyerekek.
Az Extraliga 5. helyén zárta az alapszakaszt a Fátum Nyíregyháza. A rájátszás előtt a Magyar Kupában a Békés Csabával játszik elődöntőt Adrián Csilinszky együttese. Nálunk azt kell, hogy mondjam, jól sült el az edzőváltás, hiszen nagyon fontos mérkőzéseket sikerült behúzni, viszont voltak mellette vereségek is. Egészen a két fordulóval a vége előtt még nem volt biztos, hogy a harmadik, negyedik, ötödik hely közül melyik lehet a miénk. Így már az utolsó fordulóban biztos volt, hogy az ötödik helyen végzünk, de még egyszer mondom, annyira sűrű a mezőny, hogy én azt gondolom, hogy a második, harmadik, negyedik és ötödik csapat közel hasonló erősségű, viszont komoly lélektani előny az, hogy megvertük pont azt a MÁV előrét, akivel fogunk játszani a play-offban. Említetted, hogy a MÁV előrével folytatják. Lehet-e esélyesről beszélni ebben a párharcban, hiszen egymás mellett végzett a két csapat a tabellán? Szerintem a tabella képe az reális. Általában a playoffokban a negyedik és az ötödik hasonló játékerőt képvisel. Náluk van a pályaelőny, viszont nálunk van a lélektani előny, hiszen egy 0-2-es vesztett mérkőzést hoztunk vissza 3-2-re, még ha ez már a végelszámolásnál sokat nem nyomott alatba. Még egyszer mondom, nagyon hasonló játékerőt képvisel. Talán a pillanatnyi forma a napi teljesítmény fog dönteni, de nem lehet más a célunk, mint átverekedni magunkat a MÁV előrén és a legjobb négy. Ha már a legjobb négy, a hétvégén a Magyar Kupában lép pályára a csapat, még pedig a Békés Csaba elleni első mérkőzésen már a négy között. Itt mi a cél, milyenek az esélyek? Megint csak nehéz jósolni, így a Békés Csaba ellen ugye jól jöttünk ki az alapszakasz során, de ez egy kupa mérkőzés lesz, egy oravisszavágós párharc, ugye itt a kupa elődöntőt előre úgymond lejátszák a csapatok. Hazai pályán kezdünk, ez lehet előny és hátrány is, de talán a forma egy picit mellettünk szól, illetve a hazai pálya előnye is itt van, úgyhogy szeretnénk egy magabiztos győzelmet, de leginkább egy győzelmet aratni, hogy úgy tudjunk visszamenni Békés Csabára, hogy ki tudjuk vívni a továbbítást, és akár kupa döntőt is tudjunk játszani. Nem könnyíti meg a szakmai stáb dolgát, hogy László Parexandrál és sérülés miatt nem lesz számítani, valószínűleg hosszabb ideig. Van esély a pótlására a bajnokságnak ebben a szakaszában? Ugye a sérüléseket nem lehet kiszámítani. Sajnos ez pont akkor jött, amikor már a játékos igazolási határidő lejárt. Van viszont egy úgynevezett medical joker lehetőség, ami az adott esetben a sérült játékos pótlására lehetőséget biztosít a csapatoknak. Viszont miután magyar játékosról beszélünk, ezért a magyar piacon ilyenkor igazolni majdhogy nem lehetetlen. Ettől függetlenül felvettük a csapatok képviselőivel, illetve a játékos ügynökökkel a kapcsolatot, és megnézzük, hogy milyen lehetőségeink vannak. Ha találunk olyat, aki érdemben tudja pótolni Sasit, akkor fogunk. Ha nem, akkor a saját utánpótlásunkból és a saját játékosainkból próbáljuk házon belül megoldani. Ennyi fért a mai Sportszeletbe. Köszönöm a figyelmüket. Találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.